Még néhány percig tart a nagy szünet a Nagykovácsi Általános Iskolában, és erre a néhány percre roboltuk el Fehér Imre intézményvezetőt, igazgatót. Szokásos nagy szüneti hangulat, vagy a gyerekek egy kicsit elevenebbek most, így letudták a félévi bizonyítvány? Hát itt az iskolában zajlik az élet, különösen itt az óraközi szünetben, vagy a nagy szünetben kimehetnek a gyerekek. Itt, nyilván zajosabbak, örülnek, hogy véget ért a nyilván az első fél év, megkapták a bizonyítványokat. Szerintem szokás szerint jók lettek a bizonyítványok átlagban, tehát ez Nagykovácsiban mindig, és a gyerekanyag egy ilyen kiemelkedő, és ezt tükrözi a bizonyítvány is. Tehát biztos vagyok benne, hogy a szülők ezt kifejezetten értékelik, és örülnek nekik ők is. Mennyi plusz munkát jelent ez ilyen időszakban a tanároknak, nevelőknek, már az adminisztrációra gondolok, meg hát eleve feleltetni, dolgozatokat javítani, lezárni egy ilyen időszakot. A január vége az mindig egy ilyen dömping a jegylezárásokból, ugye 23-ával tulajdonképpen új fél évet kezdtünk, tehát a január közepe környéki hét az ilyen tekintetben megerőltető diáknak, pedagógusnak egyaránt. Ilyenkor le kell zárni a jegyeket, ugye a krétában folyamatosan nyomon követhették a szülők, hogy ki hányasra áll, a kréta eleve középarányosan számol, dolgozatjegyek más szorzóval kerülnek be, tehát mindenki osztoroz, sokat számít ilyenkor az utolsó dolgozatoknak az eredménye. És hát bizony a pedagógusoknak is nagyon sok javítással jár, értekezlettel. Az értekezleteken, ugye az osztályozó értekezleten például személyesen vesszük végig mindegyik tanítványunkat, mindenki eredményére sor kerül, az osztályfőnökök pedig egy ilyen kis bemutatót tartanak ilyenkor osztályismeretből, hogy ki mennyire ismeri a saját tanítványainak a rezdülését is, és hát a jegylezárások magatartás szorgalom mellett ilyenkor záródnak, ekkor kerül sor. Feltételezem, hogy az iskola igazgatója mindenkit ismer. Személyesen nem minden tanítványt ismerek, én csak egy osztályt tudok tanítani. Látásból azért ismerem a gyerekeket persze, meg hát azért a programokon részt veszünk, tehát a vezetőség is természetesen, azokon minden gyermek feltűnik előbb-utóbb, vagy megnézzük a házi versenyeket, ott is nagyon sok gyermek tűnik fel. Hát nálunk egy házi verseny is 40-50-60 fővel zajlik, tehát előbb-utóbb mindenkit megismerek. Alig, hogy véget ért ez a megerőltető időszak, már is a farsangra készülnek. Gondolom, mint ahogy minden óvodában, iskolában itt is lesz farsang, milyen farsangra számítsanak a gyerekek, illetve a szülők? Például most nyitott lesz-e már az iskola, bejöhetnek-e, vagy csak videóról nézhetik? A farsangot így külön szoktuk választani egy alsós, meg egy felsős farsangra, hiszen az igények, a gyerekek igényei mások. Az alsósokét általában délelőtti időszakban tartjuk. Jelmez felvonulás szokásosan megtörténik osztályonként, gyermekenként, és felsőben pedig délután este tartjuk a programot, ott is van jelmez beöltözés, de általában ez ilyen produkciók szerint zajlik, az osztályok fölkészülnek egy-egy produkcióra, előadják, és akkor hát a zsűri utána dönt. Hát ugye a Covid időszakot sikerül megtörnünk, ugye, most már az olyan lehetőségek is számba jöhetnek, mint egy pár évig nem volt, például egy ilyen diszkó része is lesz ennek a farsangnak, szerintem a felsős diákok ezt már várják. Volt tanítványunk, aki ilyen tulajdonképpen díszgyoké, fogja vezetni nálunk ezt a programot majd. Hát előre is jó szórakozást. Talán kevésbé szórakoztató az, hogy és megkerülhetetlen a téma, hogy zajlik az országosnak hirdetett pedagógus sztrájk. Nagykovácsi iskolát, pedagógusokat elérte? Most én úgy gondolom, hogy a sztrájk híre és annak a körülményei természetesen a hír
műsorokat tekintve mindenkihez eljutottak. Most ki a vérmérséklete beállítottsága szerint vett részt vagy nem vett részt ebben. Nyilván nálunk is volt sztrájk. Úgymond a többség, mint ahogy az országban, úgymond nem sztrájkolt, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne valamilyen véleménye, vagy elgondolása, ahogyan továbbról, vagy pedig a, úgymond ennek a pedagógusokat érő, úgymond helyzetnek a jobbá válásáról. Tehát itt nyilván az egész pedagógus társadalmat érinti. Zökkenőmentes volt, tehát azért a gyerekek, de volt felügyelet, órák nem maradtak el? Igen, hát a sztrájkosok, akik sztrájkoltak, ők erre külön figyelmet fordítottak egyébként, hogy zökkenőmentes legyen, tehát lyukas órájukban folytatták a sztrájkot, vagy olyan megbeszélt időpontban, amikor az iskolának nem okozott gondot a helyettesítésük, tehát sem óra, sem iskolai nap nem maradt el ezzel kapcsolatban. Még egy fontos kérdés és aktuális kérdés, az energiatakarékosság. Ebben milyen eredményeket tudnak eddig felmutatni? Mondjuk nem volt nagyon kemény telünk, tehát mostanában esett le úgy nagyjából az első hó, meg jeges szelek fújnak, de hogy tudtak-e, kellett-e eddig is spórolni? Szenzációs karbantartónk van, Moravszky Sándor, aki kiválóan be tudta állítani a kazánnak a működését. Ugye körülbelül 21 fok van az épületben, 20-21 fok, ezt folyamatosan tudjuk tartani a tanítási időben. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy közelíti az 50%-ot, amit sikerült spórolni. Ez nagyon jelentős szám. Utolsó bónuszkérdés, igazgató úr beöltözik-e Farsangkor, vagy a tanárok beöltöznek-e? Én úgy láttam, hogy a pedagógusok is beszoktak azért öltözni, tehát valamilyen harsangi, mókásabb ruhadarabot valószínűleg én is felveszek, de általában ez ilyen osztályonként zajlik, tehát itt külön a pedagógus kar külön bemutatóra nem készült, vagy én most nem tudok róla, hogy készülni fog erre az ideire, de azért ilyenkor természetesen örülünk, mindannyian örülünk a tél vége felének, tél végének, tehát kicsit jobban elengedjük magunkat, tehát ez belefér. Belefér, ha valakin esetleg jelmez van, vagy jelmez lesz majd a Farsangkor. Jó szórakozást előre is, aztán hajrá tavasz! Nagyon szépen köszönjük, én is minden jót kívánok!